Schneider Kinga vagyok, a Noi Állatotthon Alapítvány munkatársa. Alapítványunk 1992 óta működik a 17. kerületben, Rákoscsabán. 8,5 hektáron 1200 állatról gondoskodunk. Aki ellátogat hozzánk, az láthatja, hogy nem csak hagyományos értelemben kutya, cica, menhely vagyunk, hanem mindenféle rászoruló állatnak otthont adunk. Akár ideiglenesen, akár véglegesen. Nagyon fontos számunkra, hogy immáron 15 éve felkaroltuk bizonyos fajtatiszta kutyáknak is a mentését. Így a gondozásunk alatt állnak a rászoruló boxerák, francia buldogok, angol buldogok, csau-csauk és az idén 10 éves kánekorzók. Balázs Ernő vagyok, a Noi Állatotthon kánekorzó fajtamentésének egyik önkéntese. Mint itt a fajtamentésnél mindannyian, a kánekorzó fajtának óriási szerelmeisei vagyunk. Ezért is határoztunk úgy, hogy munkánk mellett önkéntesként az összes szabad időnket ennek a kutyafajtának a mentésére szánjuk. Sajnos, mivel a kánekorzó az elmúlt években egy nagyon felkapott kutyafajta lett, ezért sajnos ebben párhuzamosan a mi munkánk is rettenetesen megnőtt. A 3-4 évvel ezelőtti számokhoz képest a kétszerese, háromszorosa mennyiségű kutyát kell fogadnunk, gondoskodni rólunk, természetesen ugyanennyi kutyának szeretnénk minél inkább megfelelő és jó gazdit találni. Sajnos el kell, hogy mondjuk, hogy a kánekorzó fajtamentés, mivel divatos kutya lett, ezért a szaporítók is megfelelő figyelmet fordítanak rá idézőjelben, és olyan mennyiségű kutyát termelnek, ami egyszerűen kezelhetetlen. Sajnos az átlagember nincsen tisztában avval, hogy ez a kutyafajta, ez egyáltalán milyen elfoglaltságot igényel, mekkora odafigyelést igényel. Ők nem kis ölkutyák, ők egy nagyon stabil, öntermetű kutyusok, akik azért megfelelő szakképzettség és szakértelem nélkül első kutyának senkinek nem ajánlanánk. Sajnos a hozzánk bekülő kutyáknak a nagy része pontosan ennek esik áldozatul, hogy felelőtlenül tartják őket, idővel rájönnek arra, hogy ez a kutyafajta nekik sok, és próbálnak tőle mindenféle úton-módon szabadulni. A jobbik eset az az, amikor felelős idézőjelben felelős gazdaként segítséget kérnek tőlünk, és már az elejétől fogva megpróbáljuk a kutyának a lehető legjobb minőségű ellátást biztosítani, és fel tudunk készülni a kutyának a fogadására, az ellátására, ha esetleg egészségügyi problémái vannak, illetve fel tudunk készülni már a gazdi keresésre is időbe. Ez a jobbik eset, amit az előbb említettem, amikor a kutya előző gazdája megkeres minket, és van időnk fölkészülni a mentésre, a kutyának a fogadására. A rosszabbik az, amikor a kutya olyan hirtelen kerül hozzánk, hogy egyszerűen felkészülni sincs időnk, éjjel csörög a telefon, azonnal indulni kell. Ebben az esetben általában a kutyákat vagy kidobják valahol, vagy olyan körülmények között találjuk meg őket, ahol az az állapot számukra nem megfelelő. Sajnos a kutyák, bekerülő kutyáknak a 80%-a nagyon komoly egészségi problémákkal is küzd. Sajnos számtalan olyan kutya kerül be hozzánk, akinek szinte el lehet mondani, hogy percei, órái vannak hátra. Ezeknek a kutyáknak az ellátása nem tűr halasztást, ilyenkor azonnal minden egyes egyéb körülményt félretéve azonnal indulunk el a mentésükre, és lehetőség szerint elhelyezni őket. Általában ez rögtön úgy kezdődik, hogy állatorvoshoz kerülnek. Ezzel a kutyafajtával nagyon sok tennivaló van. Ezek a kutyák, akik hozzánk bekerülnek, nem csak fizikálisan, illetve egészségileg, hanem sajnos lelkileg is sérültek. Nagyon-nagyon sok munka van velük, alapos munkát igényel. Föl kell ezeket a kutyákat építeni egészségileg is, lelkileg is, hogy megfelelő gazdához tudjanak kerülni, és mire oda kerülnek, hogy valakinek megtetszik, és megragad rajta a pillantása, és esetleg felmerül a gondolata, hogy örökbe fogadják, addig ez a kutya készen álljon erre a dologra. Bartus Gabriela vagyok, a Noi kánekorzó fajtamentés önkéntese. Mint már az előbb az Ernő elmondta, ugye rengeteg kutyát kell sajnos szörnyű körülmények közül mentenünk, ugye ez a legrosszabb, amikor így kell őket a haláltorkából elhozni. Számos olyan esetünk van, ami ugye az egész országot megmozdította, tele volt vele a világháló. Voltak ilyen eseteink, például Kabalánk, aki 15 lőszert kapott, légpuskával lőtték szét. Őt azonnal menteni kellett, ugye nem sokon múlt az élete. Hál' Istennek sikerült kiszednie a legtöbb lőszert, és azóta már boldog gazd is, kutyus. Volt a mi Szeuzónk, aki egy hatalmas nagy fekete kánekorzókon,
Őt egyszerűen a gazdái úgy döntöttek, hogy mivel megszületik hamarosan a gyerekük, el kell passzolni a kutyát, mert hogy veszélyes lehet a gyerekre, ez abszolút nem igaz, mert egy tündéri kutya, de már az időpontot is megbeszélték a vadásszal, hogy le fogják lövetni, amennyiben azonnal nem hozzuk el, amennyiben azonnal nem nyújtunk neki segítséget. Ő is már a gazdis kutyusaink táborát erősíti, úgyhogy ennek happy end lett a vége, azóta is nagyon szeretik, és kijárnak hozzánk Szeuzóval a gazdik, segítik a munkánkat, mint önkéntesek. Egy másik szörnyű esetünk volt Lukász, hát róla is már mindenki hallott szerintem az országba, ő úgy volt kikötve, hogy konkrétan a szájába egy karabiner volt belerakva. Nem a nyakörvére volt a karabiner, hanem az állkapcsába volt belefúrva, és úgy volt szerencsétlen láncon kikötve. Úgy tengődött hónapokon keresztül. Nagyon sok-sok időbe telt, mire műtétek és minden egyéb kezelés után helyreállt az állapota. Ugye a fogai lecsiszolódtak a karabinertől, nem tudott normálisan enni. Hát pokoli helyről hoztuk. Szerencsére őt is örökbe fogadták, ő most már Németországban él, egy boldog gazdis kutyaként. Ugye ezek az esetek, amik happy end-el végződtek, de sajnos idén is volt rengeteg-rengeteg mentésre szoruló korzónk, és vannak közülük olyanok, akik a mai napig még itt vannak a menhelyünkön. Ő Leo, ő egy másfél éves korzókeverékkan, két hónapja került körülbelül a gondozásunkba. Hát az ő története az, hogy Hajdúszoboszlón a saját gazdájától kellett megmenteni, ugyanis a kert végébe volt egy láncon, és olyan szinten kiéheztette a tulajdonosa, hogy három lépésenként összeesett. Már alig volt jártányi ereje, utolsó pillanatban mentünk érte, utolsó pillanatban tudtuk őt elhozni. Azóta szerencsére szépen hízott, úgyhogy most már gazdikereső, sőt, jönnek is hozzá gazdijelöltek, úgyhogy nagyon várjuk, hogy ő is a boldog gazdis korzók táborát erősítse. Másik itt lévő kutyánk Zafir, neki az a története, hogy a gazda nemes egyszerűséggel a kezünkbe nyomta a pórázt, a 8 éves Zafirral, hogy neki bizony délután el kell költöznie, azt csinálunk a kutyával, amit akarunk, neki már nem kell. Aztán kiderült Zafirról, hogy tele van különböző daganatokkal, többször menekült meg a halál torkából, gyomorcsavarodás, utána kétszer leállt a gyomra, ő a mi igazi vaslédink. Szerencsére azóta a speciális táplálásnak köszönhetően egyre jobban van. Ők Roxett és Dario, ők a mi álompárunk, ők egyszerre kerültek be a Noéhoz, hát válási árvák, a férj egyszerűen otthagyta őket a feleségre és a gyerekre, akik nem kívántak tovább gondoskodni róluk, ezért el kellett hoznunk őket. Amit nehezítette ugye az elhelyezésüket, az, hogy alapból ketten vannak, két karanténhelyünket foglalták el, és olyan szinten ragaszkodnak egymáshoz, hogy szeretnénk, hogyha olyan gazdához tudnánk őket juttatni, akik egyszerre örökbe fogadnák együtt őket, elválaszthatatlanok, nagyon szeretik egymást. Megviselte őket, mikor bekerültek, de sok sétával, sok szeretgetéssel és azzal, hogy együtt lehetnek egy kennelbe, ezzel azért sikerült megnyitnunk őket, és most már barátságosak, tündériek, elválaszthatatlan páros. Vannak pozitívabb példáink is, mint Mad Max esetében, ahol a gazda időben felismerte azt, hogy nem lesz elég ideje foglalkozni a kutyával, mert külföldre kell mennie dolgozni, ezért a segítségünket kérte az elhelyezésében. Mad Max ezért oltva, gyönyörű szép állapotban került be hozzánk, időben le tudtuk egyeztetni, hogy mikor kerül be, mikor tudjuk átvenni őt. Ez még mindig a jobbik eset, amikor felelősen azt tudja mondani egy gazda, hogy igen, hibázott, hogy befogadta ezt a kutyát, de már sajnos nincs rá ideje, és ezt időben felismeri. A kutyák örökbeadásával még nem ér véget a munkánk, hiszen folyamatos utókontrollal nyomon követjük az ő kis életüket. Van egy zárt csoportunk, ahová beveszünk minden általunk örökbefogadott kutya gazdáját, és folyamatosan osztunk meg egymással képeket a kutyákról, kérhetnek tanácsot, segítünk egymásnak, igazából együtt örülünk, együtt sírunk, hogyha valami van, tartjuk velük folyamatosan a kapcsolatot. A nagy nehézségek ellenére önkénteseinknek hála, rengeteg bekerülő kutyánk volt, idén eddig 35 kutya érkezett be, de hála a sok önkéntes munkának és hála a Noé Állatotthonnak, már 32-t tudtunk idén gazdásítani.